2018. február 18-a először a Magyar Szép Róza napja. Erre az alkalomra szerveztek gálaestet a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A szervezők egyike Erős Kinga, a Magyar Írószövetségnek a főtitkára. Ugye az elmúlt hónapokban sokszor egymásnak feszülő véleményeket olvashattunk a magyar irodalom legújabb emléknapjával kapcsolatban. Azt hiszem nem kerülhetjük meg azt a kérdést, ha szabad így fogalmazni, hol tart most ez a párbeszéd. A párbeszéd ott tart, hogy hála Istennek konszenzus született abban, hogy február 18 a Magyar Szép Próza napja, és tulajdonképpen ennek a párbeszédnek, vitának az is lett a folyománya, hogy több ünneppel is gazdagodik a magyar irodalom. És minden ilyen új kezdeményezés szerintem örömteli. Minél több ünnepe van az irodalomnak, annál jobb. Február 18, Jókai Mór születésnapja, a Magyar Szép Próza napja, méltó Jókai Mór írói munkássága miatt, közéleti szerepe miatt, politikusi múltja miatt, és február 18 egy méltó nyitánya is tulajdonképpen az irodalmi ünnepsorozatnak. A szép próza legfontosabb tulajdonsága a műélvezeten túl, hogy közösséget teremt. Csak ha az elmúlt évek nagy veszteségeire gondolok, akkor is tapintható a gazdagság. Eszterházy, Csóri, Jókai Anna, mind olyan művek, olyan alkotók, akiknek ott van a helye a magyarok jövőjében is. Azt kívánom mindannyiunknak, azt kívánom a magyar próza minden alkotójának, hogy alkossanak maradandó műveket, olyan műveket, amelyek kiállják az idők próbáját, mert gazdagítják olvasóik életét. Mikor legutoljára itt álltam, legutóbb a Magyar Kultúra napján, akkor egy ünnepi bejelentéssel kezdtem, a Magyar Szép Próza napja bejelentésével. Most is engedjék meg, hogy mielőtt elmondom ezt a rövid kis beszédet, egy újabb ünnepi bejelentéssel kezdjem. Az olvasat.hu irodalmi portál elindulását, amely erre a napra időzítette az indulását. Ezt a irodalmi fórumot Csontos János költőbarátunk kezdeményezte, aki sajnos azóta itt hagyott minket, és ezt megörököltük az ő végrendelete értelmében a Magyar Írószövetség, és Erős Kinga kollégám vezetésével a mai napon elindult, olvassák, szeretettel forgassák majd a virtuális lapjait. Ugye ezen a gálaesten jelen volt Balogh Zoltán miniszter úr, és köszöntőt mondott Mezei Katalin és Szentmártoni János, és erre a napra időzítettétek az év novellái antológia megjelenését. Mit érdemes tudni erről a kiadványról? Az év novellái már 17. éve jelenik meg, és tulajdonképpen az egész Kárpát-medence magyar folyóirat termését szemlézzük, és a szemlézés során a legjobbnak ítélt írásokat válogatjuk be a kötetbe évről évre. Idén különösen jó volt a novellisták termése, hiszen remek írásokat olvashattam magam is a különböző lapokban, és tulajdonképpen egy átlag évnél bővebb válogatást sikerült így összeállítanunk. Tulajdonképpen minden olyan alkotó bekerült, aki az elmúlt egy évben jelentős novellát írt. Mikor rám ömlött a forró lé, mérgesen felkiáltottam és felpattantam, heves mozdulatommal kisöpörve a kezéből a csészét, mely így a szőnyegen kötött ki nem tört össze, de maradék tartalmat dicsérendő pontossággal kirajzolta Hargita megye térképét a másfél éve vásárolt szőnyegre. 3 órás volt ez a gálaest, és volt egy nagyon érdekes programpontja, novellaíró versenyt hirdettetek. Mi volt ennek a témája, kik voltak a résztvevői, a meghívottai, és hát végül ki lett a nyertes? A novella író verseny egy teljesen anonim verseny volt olyan szempontból, hogy a 4 tagú zsűri mindvégig nem tudta azt, hogy kik írták ezeket az írásokat. Név nélkül kerültek felolvasásra az írások, amelyek itt a gála est során keletkeztek. 4 alkotót név szerint Bene Zoltán, Fejner Sanyei Tibort, Vég Attilát és Nagy Koppány Zsoltot hívtuk meg erre a versenyre, és a gála idője alatt 5 különböző témából kisorsolt témát kellett megírniuk. Cím szerint az a téma jutott a ma estére, hogy színésznő a feleségem, és ezt kellett megoldaniuk egy-egy novellában. Én úgy érzem, hogy nagyon erős mezőny volt ez, és nagyon erős, nagyon szellemes, jópofa írások születtek. Nehéz volt a zsűri döntése nyilván, de úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon szép, tisztességes, nemes harcban végül Nagy Koppány Zsolt lett az első helyezett, Vég Attila a második, Weiner Sanyei Tibor a harmadik, és Bene Zoltán pedig a 4. helyezettje a versenynek. Éppenséggel erre a mai versengésre is ő zavart el.
Derék öreg medvém, mondta nekem kedvesen, mert színésznő az én feleségem, s tudja, hogy kell ezt csinálni. Szóval, derék öreg medvém, menjél csak el szépen erre a nemes versenyre, de nekem haza nem mert érni, ha legalább a második díjat be nem zsebeled. De tudod mit, te vén bolond? Hozd csak el szépen az első díjat.